köszegen találtam ezt a kis térképvázlatot egy domb tetején, a domb pedig annak a bunkernek a fedele, ahol a Szent Koronát őrizték a II. Háború legvégén néhány hétig, amíg aztán nem került el Amerikába. A Magyar Királyságnak a vizuális megjelenítése ez, mert a Magyar Királyság volt az, ami közép-európai népeit egy birodalommá egyesítette. És persze a történelem szétszette ezt a birodalmat, ezt tudomásul kell vennünk. És most a Mária út, minthogyha újra egyesítené ezeket a népeket, ezeket a nemzeteket, mert ugye ha elindul Mária Celből, ahol körülbelül most állok, akkor akár Sopronnál, akár Kőszegnél bejövünk Magyarországra, átmegyünk Győrnél Szlovákiába, a mai Szlovákiába, újra Magyarország területén vagyunk, érintjük Visegrádot, Budapestet, Egert, újra eljutunk Szlovákia területére, és az Erdély területére, és ez az egész egy számomra egy nagyon érdekes üzenet, hogy emberek széttéved állam egybetartozó dolgokat, de az egybetartozás az Közép-Európa, és közép-európai népeinek az egymás iránti tisztelete és a Mária szeretete számomra ezt jelképezi a Szent Korona igazán, aminek a őrzőhelye fölött most állok.